Művészet a művészetért. Érték vagy bűvészet? Mi a halál az a művészet? Ez a vészjósló művita? Csak legyen mit inni a művésznek. Tréfás rímek, szójátékot játszó csínyek. Kiáltás, mely értelmetlen. Művészet, ha szívből tettem? Agysebészek, bölcsészek, agyturkászok, zenészek, szép lányok és látványpékek. Meg a sok-sok többi réteg, csak hozzátok szólok most. Szeretlek titeket, de kínos, tudom, ez még korai lehet. De a legjobb közönségnek csak szépet, vagy bűvészet. Mi a halál az művészet, ez a vészjósló művita? Csak legyen mit inni a művésznek. Tréfás rímek, szójátékot játszó csínyek, kiáltás, mely értelmetlen. Művészet, ha szívből tettem? Figyelem, hallanak haló, kell-e valakinek mondani való? Egy belevaló lelkes hallgató, ki kezét a magasba emeli, ezt a minőségi mondani valót ma indír hazaviheti. Elhiheti, elfelejtheti, csak elmesélni ne féljen. Ma kultúra született Veszprémben. Önpusztítasz, tehát vagy. De nincs messze a pillanat, egy dalban egyszer megleled a jelet, mint az ég küld neked. Jel! Ez most tényleg az? Á, de hogy csak szivatlak. Színvaknak egy szivárvány. Szidnál, hogyha folytatnám, mert irritál a bűvészet. Hogy manapság bármi lehet már művészet, és tudod jól, hogy ez igazából csak egy művita. Talán mégis sikerült egy picit megfognia, tréfáival elringatnia. De minek rímek vagy mondani való? Egy vers úgyis akkor lesz jó, ha egyszer véget ér. Mondjuk itt.